Mi a keresztneve Dr. House-nak? A keresztneve? De megint milyen kérdés, ez olyan, mint hogy hogy hívják a feleségét annak a nyomozónak, akinek sose látta. Az első két kérdésem milyen volt? Hát mi a Dr. House? Hát Dr. House-nak hívta mindenki, nem Robertnek. A keresztneve. De dobok egy mentőkérdést, jó? Na, dobjál, dobjál. Minek a neve népiesen a fostos bugybóka? Bárdosi Sanyi. Fostos bugybóka. Bármelyiket megmutatod. De ez van, aki ezt tudja? De persze, én. É, te. De csak te vagy az országban. Ödölön így hívjuk. De mondd már, olyan szépen hangzott megint. Fostos bugybóka. Várjál. Nyilván nem akarok barkobázni, de ez egy növény. Nem, ez egy állat. Ne személyeskedjél, jó? De szerintem közele... Valaki tudja, Joli néni. Takarítom, hogy a növény jó. Vagy mi a keresztneve Dr. House-nak? Bármelyiket megmondod, én megadom, és nem kapsz magad Dr. House? Valaki. De mi illik hozzá nyilván, mert ugye ez egy szerep. Valami olyat raktak össze, mi illik. Peter. De meg a vezeték neveket. Jó, G-vel kezdődik. G-vel kezdődik a keresztneve Dr. House. Csak a Géza jut eszembe, de... És a fostos bugybókának B-vel kezdődik a neve. Ez egy burbon. Na, Edi, jó vagy bú. Jó, a fostos bugybóka jó a bú. Bú? Jó a bú. Búbos banka. Az. A búbos banka! És? Ha? Alig segített! Ha? Na? Leesett az állam, mi? Jó van, na, belemegyek, jó ügyes voltál nagyon!